Magyarországra naponta 1000-1500 ember érkezik. Különböző országokból, Irakból, Szíriából, Afganisztánból és más országokból is. Menekültek érkeznek az országba, és a világ úgy viszonyul hozzá, hogy a világnak viszonyulnia kell, a politika úgy viszonyul hozzájuk, ahogy a politika viszonyul hozzájuk. Őnekik ez egy kihívás, megoldandó feladat vagy veszély. Nekünk pedig az Isten igéje alapján szintén, mint Istennek a népe és Istennek a gyermekei, akik megtapasztaltuk a Jézus Krisztusban megjelent szeretetet, minket is kihív ez a helyzet, minket is válaszra késztet ez a helyzet, és szeretnék nektek ezért felolvasni a Mózes 5. könyvéből, a 10. fejezetből, a 16. verstől. Metéljétek azért körül a ti szíveteket, és ne legyetek ezután keménynyakúak, mert az Úr a ti istenetek, isteneknek istene és uraknak ura, nagy, hatalmas és rettenetes Isten, aki nem személyválogató, sem ajándékot el nem fogad. Igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek, szereti a jövevényt, és ad neki kenyeret és ruházatot. Szeressétek azért a jövevényt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén. Az Urat, a te Istenedet féljed, őt tiszteljed, ő hozzá ragaszkodj, és az ő nevére esküdjél. Az Ószövetségben is azt mondja Isten igéje, hogy a jövevényt Isten szereti, és Isten, aki nem személyválogató, az eledelt és ruházatot ad a jövevénynek. Én az elmúlt napokban, meg hetekben rengeteg helyen találkoztam olyan véleménnyel, hogy hova menjenek ezek az emberek, akik ide jönnek. Az édesanyukájakat emlegették ezzel kapcsolatosan, igen-igen a gyűlölettel. És ugyanakkor a múlt héten a mi gyülekezetünk is elkezdett ezzel a úgymond menekült kérdéssel foglalkozni. Kedden összegyűltünk a Murányi utcába körülbelül 20-an, és megnéztük, hogy az Isten igéje mit mond ezzel kapcsolatosan, és hogy mi mit tudunk ebben a dologban tenni. És ezután rögtön akkor nem is terveztük, de kimentünk a keleti pályaudvarhoz, és valóban a látvány megdöbbentő volt. Ott vannak a felnőtt férfiak, asszonyok, gyerekek, ott táboroznak, ott ülnek, fekszenek, állnak, várják sorsukat. És amikor oda mentünk hozzájuk, akkor nem terroristákkal találkoztunk, hanem olyan emberekkel, akik nagyon nagy bajban vannak. És amikor még kedden nem volt semmi nálunk, az Emilnél volt egy doboz maradék sütemény, ami hát ennyi embernek, az mi az ennyinek, hogy Jézus az, aki tudja egyébként a halakat és a kenyereket sokasítani. De a lényeg az, hogy amikor én például oda mentem egy 4 fős csoporthoz, ültek a fűben, kérdeztem, tudnak-e angolul, mondták, hogy kicsit, mondom, az jó, mert én is kicsit. És elkezdtünk ezzel a kicsit angollal ilyen félig mutogatva beszélgetni arról, hogy honnan jönnek, merre, hogyan, miképpen. És a beszélgetés végén én mondtam nekik, hogy én keresztény vagyok, hiszek Jézusban, és hogyha akarják, akkor szívesen imádkozom értük, hogy Isten segítse meg őket ebben a dologban, áldja meg őket. Mondom, semmit nem adtam, egy pohár vizet se adtam nekik. Ezek az emberek nagyon örültek neki, szíriaiak voltak. Egyikőjüknek a családját az iszlám állam kiirtotta, és úgy menekült ide, a másik ott hagyta a feleségét és a 2 gyerekét, és megy, hogy helyet készítsen nekik, életveszélybe jönnek ezek az emberek. És imádkoztunk, és a ima után ezek az emberek olyan mérhetetlenül hálásak és boldogak voltak. Ölelgettük ott egymást, köszönték, hogy jó szót kaptak, hogy szeretetet kaptak, hogy nem azt mondtuk, amit mások, hanem
azt mondtam nekik, hogy welcome in Hungary. Itt emberek vannak, akik szeretnek titeket. És én is belegondoltam, hogyha nekem kéne a feleségemmel és a gyerekeimmel így futnom, mert életveszélyben vagyunk, akkor én mit várnék, hogy hogyan viszonyuljanak hozzám. Jézus a következőt mondja a Máté 25-ben, amikor a nemzetek ítéletéről van szó. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének a királyi székébe. Elébe gyűjtetnek mind a nemzetek. Elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Jertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjóztam és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok engem. Vezítelen voltam, és ruhát adtatok nekem. Beteg voltam, és meglátogattatok. Fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek neki az igazak ezt mondva, Uram, mikor láttuk, hogy te éheztél, és tápláltunk volna, vagy szomjaztál, és innodattunk volna? Mikor láttuk, hogy te jövevény voltál, és befogadtunk volna? Vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És a fele az a király, és ezt mondta nekik. Bizony mondom nektek, amennyiben megcselekedtétek eggyel, ez én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Ez a történet itt folytatódik tovább. De Jézus azt mondja, hogy amikor eggyel cselekeszünk olyan emberekkel, akik jövevények, akik számkivetettek, akik betegek, akik szükségben valók, amikor megosztjuk azt a szeretetet, amit Istentől mi kaptunk, egyel azok közül, akik ilyen állapotban, ilyen körülmények között vannak, akkor azt ővele cselekedtük meg. Azért kaptuk az Istennek a szeretetét, hogy megosszuk. A Mészáros Gyula barátom mondta, hogy most nem kell elmenni Afrikába missziózni, mert ide jön Afrika. Meg Ázsia. És Isten a nemzeteket ennek alapján fogja megítélni. Hogy hogyan viszonyultak, hogy irgalmasságot gyakoroltak, vagy pedig kegyetlenek voltak. Én nagyon imádkozom, és kérlek benneteket, hogy imádkozzunk a nemzetünkért. Hogy ne a kecskék közé kerüljünk, a magyar nemzet, hanem a jók közé. Nyilván a politikusok megteszik a maguk lépéseit, nagyon hálás vagyok Istennek, hogy nem vagyok politikus. Mi nekünk meg a magunkét kell megtenni. Nem is kell. Én úgy gondolom, hogy ez nem egy veszély, hanem egy lehetőség a számunkra. Arra, hogy kifejezzük a hűségünket, a szeretetünket, az elfogadásunkat Isten és ezek felé, az emberek felé. Miközben ott kint voltunk, a Laci, Emil, meg a Gyula imádkoztak, ott több emberért még, és aztán most pénteken kimentünk és vittünk magunkkal mindenféle száraz kekstől, mert édességeket nagyon szívesen fogadnak, gyümölcsöt nagyon szívesen fogadnak, mindenféle pelenkákat, meg ilyen tisztító kendőket, meg tisztasági szereket nagyon szívesen fogadnak. Vittük, ami a kezünk ügyébe esett, és nagyon jól fogadták, nagyon hálásak voltak ezek az emberek. Volt, aki kérte, elfogadta, hogy imádkozzunk érte, volt, aki köszönettel, de nem. És nem is azért mentünk oda, hogy bárkit megevangelizáljunk, vagy megkereszteljünk, vagy bármit ilyesmit csináljunk. Azt akartuk, és akarjuk most is ezután is cselekedni, amit az Ékeskapunál Péter mondott, hogy aranyom és ezüstöm nincs, de amin van, azt adom neked. És a názareti Jézusnak a nevében adjuk, amink van. Adjuk a szeretetünket, adjuk a kenyeret, vagy a süteményt, adjuk a hitünket, és ezeknek az embereknek Jézusra óriási nagy szükségük van. És úgy hiszem, hogy ez egy nagyon fontos és hasznos és jó szolgálat. Aki szeretne ebbe a munkába bekapcsolódni, most a gyűjtésnek egy részét is erre a célra fordítjuk, illetve a jövő héten is fogunk ebben a célban gyűjteni, hogyha te szeretnél erre
külön elkülönítetten adakozni, akkor kérlek tedd be egy borítékba, és a gyűjtéskor helyezd el a kosárba. És írd rá, igen, hogy menekülteknek. Ha szeretnél a csoportba, ehhez a csoporthoz csatlakozni, akkor a Hammarikánál tudsz jelentkezni, ott a könyvesasztalnál, vagy én nálam is, illetve a gyülekezeti irodába bármikor, amikor az nyitva van. Illetve a helyszínen. A következő alkalom, amikor tervezzük, hogy kimegyünk a keleti pályaudvarhoz, az kedden este 7:30 találkozunk a Murány utca 61-ben az irodában, imádkozunk. Mindenki hozza, amit tud. A gyülekezet is meg be fogja vásárolni ezeket a tartós cikkeket, azokat is fogjuk vinni, de azt a tehát, mit tudom én, BKV jegyekből nagy mennyiségre van szükségük, mert ahhoz, hogy megkapjanak egy papírt a keletitől, el kell a Budafoki útra menniük, ami átszállással 700 forint oda, 700 forint vissza, egy embernek 1400, és nincs nekik. És akkor csoportokba kísérik őket át, és 10 embernél ez már 14.000 forint. Nagyon nagy szükségük van BKV jegyekre, úgyhogy fogunk venni BKV jegyeket. Meg mindent, amire ez a Migration Aid nevű csoport, ők tudják, és foglalkoznak vele egy hónapja már. Egyébként itt szeretném elmondani, hogy a Barabás házaspár Cegléden már bekapcsolódott hetekkel ezelőtt ebbe a munkába, és ott fogadják a menekülteket. Tehát, hogyha szeretnél ebbe a munkába bekapcsolódni, ennek három módját tudnám ajánlani. Az egyik, és nagyon fontos, hogy kérlek, imádkozzatok ezért. Imádkozzatok ezekért az emberekért, hogy itt Magyarországon segítséget találjanak, és megtalálják Jézus Krisztusnak a kegyelmét, szeretetét. Imádkozzatok azért, hogy kedvességet találjunk előttük, és imádkozzatok az országért, hogy az az ország ne süllyedjen be a kecskéknek az ítélet alatt levő nemzetek közé. A másik, amit tehetsz, hogy az adományaiddal járulj hozzá ehhez a munkához. A harmadik, amit én nagyon-nagyon ajánlok, hogyha érzed a szívedben ezt az indítatást, nem mint szolga, hanem mint Istennek a szerelmes fia, hogy ezt a szeretetet meg szeretnéd osztani másokkal, gyakorlati módon is, akkor ez egy módja annak. Nem az egyetlen, de egy módja annak, és úgy hiszem, hogy lehetséges, hogy Isten azért küldi át itt Magyarországon ezeket az embereket, hogy közülük némelyek, vagy talán sokan is tudjanak találkozni az evangéliummal. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Tehát a harmadik lehetőség, hogy tervezzük, most kedden 7:30 találkozunk, és 8-tól ott leszünk a keleti pályaudvarnál, és ahogy a szükség kívánja, hogy mondhatom karizmatikusan a Szentlélek vezet bennünket, úgy szeretnénk ezt folytatni, ezt a munkát mindenfelé, ahol lehetőség nyílik a számunkra. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, és hogy meghallgathatok. Emil, mondasz még valamit? Köszönöm. Nagyon hálás vagyok, hogy nagyon sokan bekapcsolódnak ebbe a munkába, hívők, hitetlenek egyaránt, ahogy láttuk ott az osztásnál is. Én magam is pénteken, amikor ott néztem az embereket, és hogy kinek adjak, oda jött egy nagyon jó szituált hölgy, idősebb hölgy, szépen föl volt öltözve, és rámutatott egy kisfiúra, hogy ő neki nincs apja, anyja, úgy hozták a rokonok, és hogy adjak neki a süteményből, amit vittem, és akkor mindjárt oda mentem, megsimogattam a kis fejét. Ő elővette a kis tarisznyájából a kis Lego autóit, és úgy kihelyezte, mintha szerette volna nekem megmutatni, hogy milyen szép autói vannak. És annyira megrázó volt, tudjátok, én is egy nagypapa vagyok, apa, 4 gyerekem, 4 unokám van, és 5 év körül lehetett a kisgyerek, és egyszerűen, amiről a Berti most beszélt, az Isten szeretetét, ha át tudjuk adni egy ölelésbe, egy simogatásba, egy kedvességbe, egy imába, egy ételbe, bármibe, az fantasztikus. És kedden azt a dobozt, amit odaadtunk egy családnak, kis sütemény, jelentéktelen, nem nagy dolog, pénteken is ott volt a papa, és beszélgettünk, ott volt a kisebbik fiam, ő jól beszél angolul, és beszélgettünk ezzel az emberrel, és kifejezte, ott aludt a kis 2 éves gyereke a fűbe, az egyik több gyerekkel menekült, és kifejezte, hogy mennyire hálás az országnak, hogy nekünk, hogy befogadtuk őt. És közben annyi
háborúság éri ott őket, mindenféle tüntetések mennek ellenük, és mindenféle negatív erőkampány, és mégis ebbe az ember mosolygott, és hogy meglátott, így meghajolt, és eljöttünk a fiammal, és mind a ketten úgy éreztük, hogy vissza kell menni. És mondtam, Gabi, menjünk vissza, és imádkozunk ezért a családapáért, és mondta, hogy ő is úgy érzi, és visszafordultunk, visszamentünk, és elment mellettünk, és akkor egy kicsit vártunk. Jött egy ember, akit én ismertem már több, mint 10 éve itt él Magyarországon, Szíriából, és az is oda jött hozzánk, és akkor visszajött ez az ember, és mondtuk, hogy szeretnénk érte imádkozni, és akkor megszólalt ez a mellettem levő, aki már itt él Magyarországon, de hát azt mondja, ez egy muszlim, azt mondja, mit akartok neki Jézussal? Mondtam neki, maradj csendbe. Én már ismertem ezt az embert. Ez egy ilyen csendes itt élő csávó, és mondtam, maradjál. És akkor átöleltük 4-en egymást, átöleltem én is ezt a csávót, akit ismertem. Gábor imádkozott angolul. Lehajtottuk a fejünket, ott a keleti közepén, ott mentek jobbról, balról az emberek, nem érdekelt bennünket, meg őt se. Meghajtotta így a fejét, szívét, és megáldottuk, aztán én is imádkoztam érte magyarul, mert mondta, hogy most készülnek Svájcba menni, hogy tényleg ne az embercsempészek hálójába kerüljön, hanem jusson el a céljukba. És ez is egy ima téma, testvérek, hogy ezek az emberek eljönnek, menekülnek, nem a mi dolgunk, hogy osztályozzuk, hogy miért, hanem a mi dolgunk az, hogy az Isten szeretetével megöleljük őket, adjunk nekik egy pohár vizet, bármit tegyünk értük, azért, hogy az a lenyomat, ami bennük is ott él, hogy Isten szereti őket, de ők még nem tudják, ők rossz helyen keresgélik, mert más Istennél keresik, de a szeretet Istene, a názereti Jézus, ami megváltó Úrunk, hogyha avval a szeretettel csak megérintjük, átöleljük őket, én azt gondolom, hogy ez nem marad nyomtalan. És ezért az én szívem most azt érzem, hogy most van az az idő, amikor tehetünk ezekért. Amikor ez a vonat már elmegy, akkor már csak egy ábránd lesz, hogy miért nem tettünk. Most tehetünk. 44-ben meg abban az időben sokan utána bánták, hogy nem tették, amikor tehettek volna az embertársaikért jót. Most itt van ez az idő, hogy jönnek, menekülnek, nem a vélemény a számít, hogy vélekedünk, hanem az számít, hogy mit tudunk adni, tenni, hogyan tudunk szeretni, hogyan tudunk kimenni. Ők se tudnak jól angolul, nem baj, ha nem tudsz jól angolul, szeresd meg, öleld át, és ők ezt viszik tovább. Bocsánatot kért a szemetért tőlünk, hogy nagy szemetet csináltok ott. És mondtuk, hogy nem probléma. Az a fontos, hogy itt vagytok. És próbáltunk kommunikálni velük, hogy egyszerűen értitek egy muszlim, egy más kultúrában élő, aki nem ismeri a Jézusnak a szeretetét. Hogyan ismerheti meg, ha mi nem tudjuk ezt közvetíteni, és ezért nagyon nagy dolog, akármilyen szinten. Isten áldjon benneteket!